Egy anomáliának köszönhetően egy nem mindennapi dolog történt a keszthelyi Balatonparton. Egy méh jelent meg, de a maitól eltérő külsővel. A különös méh tudott emberi nyelven beszélni. Ezzel a videóval neveztek a versenyre a keszthelyi közgazdasági szakközépiskola 9. A osztályos tanulói. A megmérettetésre egy robotméhet készítettek, melynek egy előre meghatározott útvonalat kellett bejárnia. A fiatalok 4 csoportba osztva végezték el a feladatokat, melyek közül az egyik a programozásért volt felelős. Először ugye kiismertük a robotot, megnéztük, hogy hány másodperc alatt milyen sebességgel mennyi utat tesz meg, és ezután, mikor már nagyon jól kiismertük a robotot, hogy a forgását hogyan megy mennyivel, meg milyen, utána akkor tanárnő odaadta nekünk az útvonalat, amire alapból szólt a feladat, és akkor azt utána arra programoztuk át a feladatot. A diákok a programozás mellett a robot összeszerelését, információgyűjtést és videókészítést is valósítottak meg. A versenykiírásban ugyanis az szerepelt, hogy mozgókép formájában kell bemutatniuk, hogy sikerült végrehajtaniuk a feladatot. Az osztályfőnököm és egy pár osztálytársam segítségével vettük fel részletekként a videót a telefonunkra, és a közösen megírt szöveget pedig én mondtam a videó alá, mint narrátor. A programozás informatika órán gyakoroltuk a kódolással együtt, és hát ez elég bonyolult volt, de könnyen megoldottuk, és igazából nagyon jó munka volt az egész. A beállításokat megteszed. A 7. Code Week nevű világversenyt októberben szervezték meg, az eredményhirdetést azonban később rendezték. A megmérettetés célja, hogy a fiatalok betekintést nyerhessenek a programozás alapjaiba, és abba is, hogyan hat a digitalizáció és az informatika a mindennapi életünkre. A téma idén a méhek világa volt. Egy nagyon jó kis csapatmunka alakult ki belőle, és a nyereményünk, hát nagyon örültünk a díjainknak, mert valójában az országból a középiskolások közül az elsők lettünk. Egy külön díjat is nyertünk, és egy tárgyi jutalmat is. A közgázosok nyereménye egy Inobot robot lett, valamint egy napra elmehettek Budapesten a Google székházba, ahol megismerkedhettek a programozók mindennapjaival.